Egy nyíregyházi vadász lőhette le azt a szürke farkast, amely Svájcból vándorolt Magyarországra. Úgy tudni, a rendőrség már házkutatást is tartott nála, ahol több bizonyítékot is találtak. Az ügyben természetkárosítás gyanújával zajlik nyomozás, amiért több éves börtönbüntetés is kiszabható. A kerítés túloldalán épp ugyanolyan európai szürkefarkasok láthatók, mint az az állat, amelyik Svájcból érkezett Magyarországra. A 2021-ben született hímet egy svájci természetvédelmi csoport látta el még kölyök korában nyeladóval, így tudták követni, amikor az állat tavaly júniusban vándorlásba kezdett. A farkasoknál a fiatal hímek egyébként is kóborló hajlamúak, úgyhogy nyilván az volt az indítatás annak, hogy megfelelő helyet találjon a saját maga számára. Ugye útközben nyilván volt egy csomó zavaró tényező, ami akadályozhatta őt abban esetleg, hogy véglegesen területet foglaljon. Ez lehetett akár emberi zavarás, akár nagy létszámú forgalom, vagy esetleg egy olyan hely, ahol egyébként is laknak farkasok. Ezen a térképen jól látszik az a 2000 kilométeres útvonal, amivel az állat új rekordot állított fel. Svájcból indult, majd Olaszországon és Ausztrián keresztül február közepén érkezett Magyarországra. Összesen 2 hónapot vándorolt az országban, hetekig Budapest agglomerációjában pihent. Vácnál úszott át a Dunán, majd Szlovákia felé vette az irányt, de csak Hidasnémeti környékéig jutott, ahol feltehetően egy vadász végzett vele. Magát a jeladót azt megtalálták. A farkas tetemét nem, csak a nyakában lévő jeladót találták meg Hidasnémetinél. Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az M1-nek azt mondta, hogy élő farkas nyakából szinte lehetetlen levenni a jeladót, így szinte biztosan lelőtték. A vadászkamara elítéli a történteket. A tevékenység természetkárosítás, méghozzá büntető törvénykönyvben már jó néhány éve, ez egy önálló büntetőjogi tényállás, és mint ilyen ez 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. Ráadásul, hogyha ez más bűncselekményekkel társul, akkor halmazati eredményként, hogyha ez mondjuk orvadászat is, mert tiltott vadászati eszközt használtak, vagy esetleg olyan körülmények vannak, amik miatt ez állatkínzás is, akkor ezek azért összeadódhatnak. Tehát igen súlyos következménye lehet annak, hogyha valaki farkast bánt vagy ejt el. Sajtóhírek szerint egy nyíregyházi vadász a gyanúsított, akinél már házkutatást is tartottak, és több bizonyítékot is találtak. Ezt az értesülést a rendőrség nem erősítette meg, azt viszont igen, hogy az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálódik. A szürkefarkas egyébként az emberre nem jelent veszélyt, 2001 óta fokozottan védett faj, több európai országban is próbálkoznak a visszatelepítésével. Magyarországon a 80-as évek óta jelenik meg néhány család az északi középhegységben.